Az Amerikai Egyesült Államok beli Philadelphiában zajlott 2015. szeptember 21 és 27 között a családok 8. világ találkozója. Küldetésünk a szeretet mottóval, amelyen Böcskei László püspök vezetésével a Nagyváradi Egyházmegyéből 3 család vett részt. A zarándok családokat Kovács Ferenc Zsolt irodaigazgató és Vakon Zsolt titkár kísérte el az óceánon túlra. A zarándokok nem csak az egyházmegyét képviselték, hanem az egész romániai katolikus egyházat, hiszen csak ők érkeztek erre az eseményre Philadelphiába. Böcskei László megyés püspök egyben a római katolikus püspöki kar hivatalos képviselőjeként volt jelen. Az előadásokon két gondolat fogalmazódott meg bennem ezeknek kapcsán. Az egyik előadásból merítve így hangzik, ez az első gondolat, a család kisugárzása egy homályos világban. Többször is elhangzott az elmúlt napokban, hogy miért is fontos a család, miért is fontos a családi közösségre figyelni, és itt különösképpen az egyház szerepéről is szó volt, mit tehet az egyház, hogyan támogathatja a családokat, a családi életeket, hogyan tehát azért, hogy a család valóban egy kicsi egyház legyen. A másik gondolat a szeretet termékenysége a családban. Ez egy nagyon gazdag, úgymond fogalom, amely ugyanoda vezet vissza, család kisugározza a szeretetet, nem csak szűk családi körben, hanem abban a közösségben, a társadalomban, amelyben él. És itt kell megtalálni a lehetőségeket, az utakat, hogyan tudjuk ezt jobban szolgálni, hogyan tudjuk ezt jobban előre vinni. Egy olyan közösségben voltunk itt egy pár napig, amely egy kereső közösség, amely kereső az utat a mai világban, hogy helyesen megmaradjon, helyesen fejlődjön, helyesen előre haladjon, és hogy az egyházban megtalálja a helyét, és megtalálja azokat a támpontokat, amelyre szüksége van, hogy a családi életet a házasságban megfelelően Isten akarata szerint tudja építeni, kialakítani. Megtapasztalhattuk azt, hogy mások hogyan keresik az utat a kihívásokkal szemben, hogyan keresik a válaszokat, hogyan tudják talán megközelíteni azokat a kérdéseket, amelyek valamiféleképpen, de minket is otthon érintenek. A találkozónak 3 fontos mozzanata volt a szeptember 22 és 25 között zajló családkongresszus, amely előadásokból, beszélgetésekből és tematikus műhelyekből állt. Szeptember 26-án tartották meg a családfesztivált, amely koncerteket és egyéb kulturális programokat foglalt magába. Szeptember 27-én vasárnap Ferenc pápa mutatott be szentmisét, amely a találkozó csúcspontját és egyben záró mozzanatát is jelentette. A hosszú utazás és az időzóna eltolódás fáradtságával megküzdve kapcsolódtak be az eseményekbe a Váradiak a találkozó nyitó ünnepségén, ahol elsőként találkoztak egyházunk színes arcával a világ minden részéről érkezett zarándokok személyében. Nagyon megérintett engem ez a pár nap, amit már eltöltöttünk a fáradtságos utazás ellenére. Nagyon jó előadókat hallottunk. Fontos volt azt látni, hogy a világ táján, minden tájáról érkeztek az emberek, és mindenkinek ugyanaz a problémája végül is, mint a mi családjaink. És szép volt látni azt, hogy mennyire összetartanak az emberek, és mennyire figyelnek itt egymásra. Felemelő érzés, ennyi családot a világ minden tájáról látni. Nagyon jó volt látni ezt, ennyire a családok összetartanak. Előadásokon vettünk részt, és az előadásoknak a vezérfonala az volt, hogy a mai társadalomban a családoknak küldetésük van. A család fundamentuma a szeretet. Ezek az előadások bennünket megszilárdítottak abban a hitünkben, hogy valójában a családoknak a mai társadalomban szerepük van. Nem csak odahaza, az otthonainkban meg kell megéljük azt, hogy mi család vagyunk, hanem ezt a társadalom felé is ki kell
mutassuk. Már mindjárt az első napon közel 10 000 résztvevő volt jelen a Pennsylvania Convention Centerben, ahol párok, kis és nagygyermekes családok, papok és püspökök, szerzetesek osztották meg egymással gondolataikat. Szentmisével zárult az első nap, amelyet több tíz püspök és több száz pap jelenlétében Charles Joseph Chaput philadelphiai érsek mutatott be, aki házigazda minőségben köszöntötte a vendégeket, és örömét fejezte ki, hogy a családok világtalálkozóját Philadelphiában szervezhették meg. A kongresszus minden reggel szentmisével kezdődött, majd délelőtt előadásokkal folytatódott, délután pedig párbeszédes műhelymunka következett. A világtalálkozó csúcspontja kétségtelenül a szeptember 27-i pápai szentmise, amelyre egész Philadelphia lázasan készült, melyen becslések szerint 1 millió zarándok érkezett a világ minden tájáról. A város utcáit elárasztották a vidám hangulatú dél-amerikai, észak-amerikai, afrikai, ázsiai emberek, akik énekeltek, zászlókat lobogtattak, és azt a keresztény örömet élték meg, amelyre Ferenc pápa szólítja fel a mai embert. A zarándok sereg előtt tartott szentbeszédében Ferenc pápa az evangéliumban kiindulva buzdította a családokat a szeretet gyakorlására, nem csak a családon belül, hanem azon kívül is, hogy ez a szeretet kiáradjon az emberiség nagy családjára. Lépten nyomon tapasztalható volt Ferenc pápa népszerűsége az Egyesült Államokban, nem csak a hívők, de a nem hívők, sőt a más vallásúak körében is. Fáradtan, de élményekben és lelkiekben gazdagodva érkeztek haza nagyváradiak, hogy itt tanúságot tegyenek azokról az élményekről, hallott, látott és tanult dolgokról, amelyeket a találkozó alatt tapasztaltak meg.